DVTK. A Borsodi és a Volkswagen bemutatja. For sure it's gonna be a really tough game for them. It's like a final. They know. Kemény mérkőzés vár ránk, mert a Szexárnak mindenképpen győznie kell. Ellenkező esetben elbúcsúzhatnak az elődöntős álmaiktól. Elemeztük az első találkozót, tudjuk, mit kell kijavítanunk ahhoz, hogy ismét győzni tudjunk. Győzni utazunk a Dunántúlra, mert ez számunkra a továbbjutásunkat jelenteni, illetve ebben az esetben egy teljes hetet készülhetünk az elődöntőre. Igen, a Szexárd edzője Zsejko ugye lenyilatkozta a meccs után, ha jól tudom. Ugye egy modern, agresszív kosárlabdát képviselnek most. Azért érdekes ez nekem, mert tavaly ugye Mima, alias Koulibaly, minden szempontból, minden meccs után meg lett támadva, és ott nem szánt szándékkal tette ezeket a keményebb, a kosárlabdában kicsit durvább mozdulatokat, ütközéseket, és hát sajnos a Szexárdnál ez más, hogy jön le, tanítani is lehetne ezeket, de ez van, ezt a játékstílust fel kell nekünk is venni, mindenféleképpen győzni megyünk oda, mindegy, hogy egy ponttal, vagy többel, de el kell hoznunk onnan a második győzelmünket is. Annak fényében, hogy egyébként nagyon össze van zsúfolva a tavaszi bajnokság, egy nagy lélegzetet tudtunk venni az első hét mérkőzés és a második hét mérkőzés közötti időszakot, ezt a két hetet megpróbáltuk jól kihasználni. Nyilván büszkék vagyunk az Ákos nagyszerű válogatott belül teljesítményére. Az, hogy sikerült a hétvégén egy felkészülési mérkőzést a Mezőkövesden lejátszanunk, ez azért fontos volt, hogy a fordulatszám ne csökkenjen és nehogy leüljünk ebben a két hétben. Én úgy látom, a hét második felében a játékosok föl tudtak már pörögni, és felkészülten várják a Békés Csaba elleni mérkőzést, ami persze nagyon nehéz lesz, mert tavasszal ők is kiválóan szerepelnek, meglepetés győzelmeket aratnak, úgyhogy egy nagyon nehéz, küzdelmes mérkőzésre számítunk. Mondhatni, hogy már megszoktam, hogy én ezekből a bulikból kimaradok, ezekből a csapat összetartásokból, mondhatni, hogy hál' Istennek. Úgyhogy van elfoglaltság, mert bízom benne, hogy a nyáron is majd lesz, nyilván az Európa-bajnokság kapcsán. Én azért nem bánom azt, hogy azért folyamatosan úgymond terhelés alatt vagyok, és van mindig feladat. Elvégeztem a heti munkát a vállalatotnál is, úgy gondolom, hogy ez látszott is a játékon vagy a játékunkon. Hát a Békés Csabáról meg nyilván egy nagyon nehéz mérkőzés lesz, ahogy már mindenki elmondta, úgy látszik mindenkinek nehéz mérkőzés lesz a hétvégén. Tőlünk jobb csapatok is, mondhatom azt, hogy megszenvedtek ott. Ami nagyon fontos lesz, és illetve a kulcs lesz szerintem, hogy lelkesedésben, győzni akarásban, agresszivitásban nem nőhetnek majd fölénk. Hogyha ezt azt mondom, hogy ki tudjuk hozni döntetlenre, akkor vannak elő olyan játékosaink, akik meg tudják nyerni nekünk a meccset. Well, the first thing is that when you make the program of the year, amikor évelején elkészítettük a csapat felkészülési tervét, akkor figyelembe vettük, hogy meddig tart az alapszakasz, és mikor kezdődik a rájátszás. Nem szokatlan, de fárasztó egy hét alatt három mérkőzést játszani, és számunkra már az alapszakasz utolsó találkozója, a Peac elleni felért egy döntővel, hiszen azon a győzelmen múlt a második helyünk. A tervezésben most már az általánosságok helyett a speciális tényezők kerültek előtérbe. Felkészültünk a szombati mérkőzésre, tegnap ismét elemeztük közösen a szerdai meccs felvételét, és átbeszéltük, hogyan kell reagálnunk az adott szituációkra. Mindenki tudja a feladatát, szeretnénk a saját stílusunkban játszani. Hosszú lenne felsorolni azokat a egységeket, amiben mérjük és elemezzük a játékosokat vagy csapatrészeket. Összességében tudom inkább megfogalmazni ilyen sajtótájékoztató keretében, hogy lényegesen agresszívebb a csapatunk, lényegesen egységesebb, többet futunk, és azok a ritmusváltások, amik korábban kevésbé jellemezték a csapatot, az most jelen van a pályán. Talán azt is hozzá lehet tenni, hogy azért több pontot is szereztünk ezen a pármérkőzésen, mint a korábbi időszakban. Mi azt gondolom, hogy benne volt a csapatban a múltkori soproni mérkőzés, ami szerintem azóta is fájó, és az egyik legfájóbb meccsünk a tavasszal, ahol nyugodtan mondhatom, hogy nyernünk kellett volna, és talán még az X-el is bosszankodtunk volna, de még az sem lett volna olyan rossz eredmény, ugye, mert akkor
nem lenne most olyan nagy különbség a két csapat között. Nyilván ez bennünk volt, ez a mérkőzés, szeretünk volna mindenféleképpen megnyerni itthon. És hát jól játszottunk. Tehát ennyi. Akart a csapat, mentünk az első perctől. Szerintem erre vevő a közönség is. Igazából mindegy, hogy kivel játszunk itthon, nekik azt kell látniuk, hogy rájuk megyünk, hogy nem félünk tőlük, hogy támadunk, hogy kezdeményezünk. És hogy akarjuk a győzelmet, ami szerintem a tavasz az abszolút megvan. Még akkor is, hogyha nyilván nem mindig sikerül. De az akarása és a hajtása szerintem nem lehetett panasz eddig, és remélem, hogy azután sem lesz. Ritkán adatik meg a mai NB1-es mérkőzések során, hogy a csapat maga biztosan 3-0-ra nyerje meg a mérkőzést, annál is inkább, mert nagyon kiegyensúlyozott a mezőn, kivéve egy-két csapat, aki fölfelé kilóg, mint a Ferencváros. A többi mérkőzés az mindig egy gigászi csatát vív egymással, hogy ki tudja begyűjteni akár az utolsó pillanatban, és hogy az utolsó utáni pillanatban is a győzelmet. Én úgy gondolom, hogy a következő hét mérkőzés is erről fog szólni. Persze nagy örömünkre szolgálna, hogyha a haladás 3-0-ás mérkőzést még viszont tudnánk látni, különösképpen itt a hazai pályán.